itt egy Sárba csatornát tudod, rögtön főút mellett, ahol a töltés épült 100 méteren, a nyulgát, rendben? Igen, a híthoz jöjjön ki egy jármű, szivattyú, tehát tömlő lesz szükség, nagyjából olyan 60 méter tömlő, ide, tehát fecskendőt akkor ki lehet küldeni nyugodtan. Jó? Kettes fecskendővel tudja, elbírja. Jó, köszönöm! A medrébe, mobil szivattyúval, vissza szivattyúzat, ide jöhet. Igen, igen. Ha? Vagy nem jövök volna. Vagy nem jövök volna. A veszélyhelyzet napok óta fennáll, ugyanis az elmúlt két hét esőzése az rendkívülinek számít, és hát elsősorban itt, ebben a városrészben, Sáriban az okozta a problémát, hogy az Ócsai tájvédelmi körzetben egy vízvisszatartó program zajlik most már évek óta. Gátakat emeltek, a gátak mögött legalább három, helyenként 4 méter magas vízoszlop áll, és ez a vízoszlop a nyárfasori ingatlanokat veszélyeztette már olyan módon, hogy a gáton át is bukott a víz, illetve félő volt, hogy a gát át fog szakadni. Éppen ezért meg kellett nyitni a zsilipeket, a víz nagy mennyiségben elindult lefelé, a Dunatisza csatorna felé, és ezután pedig a veszélyhelyzet itt alakult ki a városnak ezen a részén, a Zöldmező utca, Kodály Zoltán utca, az Engő utca környezetében. Itt közvetlenül 3-4 házat veszélyeztetett. Délután még úgy tűnt, hogy az árhullám lemegy, tetőzik, és nem lesz szükség védekezésre. Ezt láttuk délután 4-5 óra magasságában, aztán 6 óra, fél hét magasságában azt láttuk, hogy folyamatosan emelkedik a vízszint, ezért mindenképpen intézkednünk kell, és elkerülhetetlen a homokzsákozás. Egyébként már napközben délelőtt elrendeltem a másodfokú védelmi készültséget az egész város belterületén, ugyanis mindenhol a város legkülönböző pontjain jelentek meg a vízes problémák. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon komoly védelmi készültség. Itt a lakosságnak teljes mértékben készen kell állnia, tehát gyakorlatilag a rádión keresztül, illetve a helyi csatornákon keresztül értesült erről a lakosság, és aztán érdekes módon különböző hírcsatornákon, illetve ilyen láncreakcióban elindult a híre annak, hogy itt elindult a munka gyakorlatilag este 7:30 magasságában, és pillanatok alatt több száz ember jött össze. Ez a több száz ember, most nem tudom pontosan hány óra van, de 10 óra magasságában vagyunk, itt 2-2,5 óra alatt mintegy 1500-2000 homokzsákot rakott le, és ezzel gyakorlatilag elhárítottuk a főveszélyt. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy most már ha hasonló csapadék hullik le, mint az elmúlt két napban, az elmúlt 24 órában, akkor is meg tudjuk akadályozni a víznek a házak felé áramlását. A csatorna medrében tudjuk tartani a lehúzódó árhullámot.
A mai napon hány helyről érkezett riasztás a tűzoltóság felé? Számtalan riasztást kaptunk a tűzoltóság híradó ügyeletén. Körülbelül 25 helyre sikerült kivonulni folyamatosan, jelenleg is tart folyamatosan a vonulás részünkről. Minden járműünk a nap folyamán a nagy mennyiségű csapadék, illetve a viharkárok felszámolására ment. 90%-ban, azt mondom, 99%-ban főként vízeltávolításhoz kellett kimenni, de volt fakidőlés, vagy pedig elektromos vezetékre dőlt fák, tehát egyéb ilyen problémák is. Hol kérhetnek segítséget? Melyik az a telefonszám, amin a bajba jutottak, úgymond gyors segítséget kaphatnak a tűzoltóságtól? Ugye mondtam, rengeteg bejelentés érkezik, ugye főként ez a 105-ös, tehát vezetékes telefonon a 105-ös segélyhívó számon, illetve a Dabasi Tűzoltóság ügyeletére befutó 0629 560 020-as telefonszámon tudják megtenni bejelentéseket, és egyben kérném tényleg a bejelentőket is, hogy abban az esetben telefonáljanak, amit hogyha felmérték, ténylegesen a lakókörnyezetre, az épített környezetre, lakóházra, tehát az anyagi javakra közvetlenül veszélyt jelent, akár a víz, vagy akár egyéb más probléma. Igyekszünk, minden címet sorra veszünk, természetesen fontossági sorrend azért benne van, de ettől függetlenül, tehát mondom, 4 autóval, illetve megerősített híradójéti szolgálattal, és tényleg szabadnapos kollégákkal is történik a folyamatos kárfelszámolás. Minden címre legrövidebb időből igyekszünk kimenni, és egyben kérném akkor a helyszínen lévőket, hogy segítsék a tűzoltók munkáját tényleg a kárfelszámolás során. Itt ma még mi vár a tűzoltókra? Jelenleg itt a csatorna mellett történt ugye védekezési munkálatok, ebben főként a helyi lakosok, mint az önkormányzat segítségű irányításával mi zsákokat szállítottuk a helyszíne, illetőleg mondtam, hogy minden járművünk valamilyen címen volt, főként 90%-ban a Dabasi térséget, tehát magát Dabasvárost érte ez a fajta probléma, de kellett vonulni Alsó-Némedire, Ócsára is, tehát ez is folyamatában volt. Jelenleg itt már úgy néz ki, hogy a gátépítés, nyúlgátépítése megvalósult. Megfelelően több soron, 3 soron történt ez meg, jól látom 60 cm magasan, illetve bordázott módon megtámasztásra került. Jelenleg azt a hírt kaptam, hogy valamelyest csökkent a szintje itt. Tehát magát a nyúlgátat még a víz nem ért el, de ettől függetlenül a talajt, illetve magát a helyszínt figyelni kell, de ezt már az önkormányzattal egyeztetve ez biztosítva lesz. De még jöhet, igen. Ez kell, vagy nem kell? Egyenes volna, akkor nem volna ilyen baj, de hát még eshet tovább az eső. Van bizony, mondom, gumicsizmával nem lehet lenni. Hát ott már a talajvíz jött fel, biztosan. Nem azért! A pince ott van, ahogy a kis háza. 5-6 méter van a zárak. Ez a szint meg a pince. A csörgessetek meg, és akkor igen, menni akkor a tárgyalásokat, a bődének is hoz. Bődének szólok, és hát formál. És akkor rajta keresztül. Jó, oké, jó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az egész napi kitartásotokat, és minden vonulást. Akkor nem tudja átadom. Igen, remélem. Köszönjük, és remélhetőleg az éjszakhoz nyugodalmasan pedig. Hát, gyerekek. Attól függ, hogy mennyi esőt kapunk. Folyamatosan mondják az esőt, és ez az egyetlen egy. Szerintem egy 100 mm-t még elbírunk, de annál többet nem. Hát annál többet, az is kemény.